Fölment az embereket, és mondták, hogy jaj, akkor mi lemegy innen, mi kiszálltok, hogy jöttek. Hát ki vártok? Kemény, Simonics Kán az nagyon kemény, vigyázzatok. Vigyázzatok. Tomi a jobb lelki. Attila bátyám az megmondja akkor. Kicsit följebb, mint szemmagasság, hogy összeérnek-e, tehát hogy teljesen megy teljes kapacitás a gyorsító. Majd ezt mondjuk, ha nem, akkor beállítjuk. Viszont a feladatot az lenne, hogy most 360 fokot jobbra teszünk, csak testsúlyjal. Még ugye a fülek csukva vannak, a féket nem használhatjuk. Így, nyugodtan dőljél be. Szuper. Jó, most lelépünk a gyorsítóról, ez az első, a sorrend fontos, és kinyitjuk a füleket, pák, pák, cak, cak. Szuper. No, most még egyszer ugyanaz a gyakorlat, fülcsukás, gyorsítás, és most balra 360 fok, mehet dinamikusabban, mehet, hopp. Nyugodtan dőj be a belső oldalba. Azért húzzál a szárnyig, mert vagy följebb kell engedni, vagy lejjebb húzni egy picit. Próbáld meg a jobb oldalt, vagy följebb, vagy lejjebb, és akkor megnyugszik, ez az. Szuper, lelépünk a gyorsítóra és kinyitjuk a szárnyvéget. Szuper volt. Balra fordulunk, Tivadar, balra 90 fokot, nagyjából párhuzamosan a parttal. Ez a szuper. No, megpróbálkozunk egy véstállal, nem egy nagy dolog egyébként, főleg ebben az ernyővel. Az a lényeg, hogy ugye most elmondom neked, hát fölnyúlsz, megfogod a B-hevedereket, és majd egy határ, még nem, várjál, hogy egy határozott mozdulattal lehúzod olyan 20-25 centit, szimmetrikusan és lent is tartod. Csak azt mondom, hopp, akkor csak elengeded, nem fékezed meg az ernyőt, hagyod, hogy saját magától repüljön. Mondom a többit. Nyúljál, fölfog meg jó erősen a B-hevedereket, arra készülj, hogy nagy erőnek, tehát nagy erővel kell lehúzni, de utána átbillen egy súly, egy határponton, és akkor utána már könnyű lesz megtartani. Mehet, figyellek! Na hát, ilyenkor csak nem tudom, mit magyarázok ennyit. Tökéletes. Tökéletes. Hopp, dob ki! És hagyjad, ne nyúj hozzá. Szuper volt! No, hát ez szuper volt, nagyon-nagyon szépen csináltad. Még egyszer kérném szépen ugyanezt. Akkor most már tudod az elsőből az erőviszonyokat, meg mindent, mehet. Szuper, nézzél föl, kicsit forog, azért ilyenkor húz le a balt húz lejjebb, a balt húz lejjebb, és akkor megáll. Így bizony. Látod? Tökéletes. Tökéletes. Kidobjuk, hopp. Pardon. És oké, szuper volt. Na, szusszanj egyet, balra visszafordulunk 180 fokot. Kocskami, csak olyan szempont, reggel szerettelek benneteket, hogy nem is tudok vele foglalkozni. Nem is kell, tesszük. Van, hát csak jó. Na most még, ha ilyen szép magasan vagy, meg ilyen jól csinálod, akkor egy-két csukással még bepróbálkozunk. De azt mondja, most trim sebességgel fölnyúlsz, és mind az ásoron ugye egy-egy oldalon két heveder van, azt összefogod, és így lehúzod, lerántod, és aztán elengeded. És ahogy lerántod mondjuk a jobb oldalt, átújsz a bal oldalra, és kicsit megfékezed, hogy ne forduljon el ez a ernyő, az lenne a lényeg. Nem kell lent tartani, csak lerántani és elengedni. Mehet? Igen. Szuper, de úgy az összes A-heveder, tehát ha megnézed, ott van, kétfelé van választva, és akkor egy oldalon két heveder van, mind a kettőt fogd össze. Mehet. Azaz, bal oldalt is akkor, kérném szépen. Horváth Tivadar.
Szuper, dőlj át ilyenkor a nyitott oldalra rögtön. Szuper. Jó, visszafordulunk jobbra. Jobbra visszafordulunk 180 fokot. Nem, most ebben rakjam be az embert. Hova rakod még ide? Hát valahova megpróbálom ide. Gyere, forduljunk még vissza. Elég nagy a forgalom, de hát azért még szabad. Megyünk ebbe az irányba, kivadani, és a következő lesz a gyakorlat. Most az összes, mind a négy hevedert, ugye, hevederen vagy oldalanként két-két hevedert lehúzod. Tehát az egész elejét lehúzod, lerántod, és aztán elengeded, és nem nyúlsz bele fékkel, csak hogyha én mondom, ez a frontstál, amit szimulálunk. Mehet. Engedd el, ne nyúlj bele. Szuper. Mehet ebből még egy. Szuper, nem kell belegyúlni ilyenkor, mikor előre billen az egy, akkor gyűjt sebességet. Na, még egy utolsót ebbe a hozba belefér, egy ugyanilyen fontstárgy. Mehet még egy fontstárgy. Ez az, hagyja, hadd repüljön. Jó, tivadar nagyon szép volt, befejeztük. Jobbra visszafordulunk 180 fokot, nézd le, hogy honnan megy a beszállás, a leszállás, és onnan majd behelyezkedünk. Fordulj vissza jobbra 180 fokot, menjünk át egy picit a leszállónak a másik felére. Nyugodtan fék tessünk együtt, húzd a féket, akkor fordul az erdő. Tisz, finish. Húzd le, tartsd lent, és lelép. Szuper volt, Ivadar, szuper.